Dékány Ilona nyitotta meg péntek délben a Pándi Galériában két egykori diáktársa kiállítását, Dombóváriné Ilona kerámiáit, Hajkó Zsuzsanna pedig festményeit mutatja be a közönségnek. A gyulai tárlat apropóját az adta, hogy az érintettek immár 63. osztálytalálkozójukat tartották, vagyis az itt bemutatkozó alkotók egyben gyémán diplomások is. Évfolyam társak voltunk a Szarvasi Tanítóképzőben, és mesterünk Csépatai Mihály, aki a rajzot tanította, ő volt a rajztanárunk. Én amikor a képzőbe kerültem, akkor úgymond mindjárt felfedezte, hogy talán tehetséges vagyok, és mindent elkövetett, hogy lebeszéljen arról, hogy tanító legyek. Hajkó Zsuzsanna már gyermekkorában érdeklődött a művészet iránt, ám inkább a pedagógusi pályát választotta, majd az ígéretesnek látszó képzőművészeti tevékenységgel felhagyva csak a tanítással foglalkozott. 20 éve gondolta át az életét, ekkor határozott úgy, hogy nagyobb teret enged a festészetnek. Munkásságát meghatározza a szülőföld, az alföld iránti szeretet. Most már teljesen ilyen természetelvű képeket festek, és azt vallom, hogy mindegy, hogy az ember milyen stílusban fest, csak azt profi módon csinálja. Tehát az lehet az absztrakt is, de az profi módon. De mostanában már azt hiszik, hogyha egy-két acsatvonást csinálnak, vagy mit tudom én, akkor az már modern, de nem. Mert ahhoz sokat kell tanulni, hogy valaki absztrakt képet készítsen. Dombóváriné Ilona és Hajkó Zsuzsanna kiállítása szeptember 20-áig munkanapokon 8 és 16 óra között tekinthető meg a Pándi Galériában.